és elsőjétől kezdetét veszi az egészségügyi reform második szakasza. Hogyan hat ez Kárpátaljára, és hogyan valósul meg itt pontosan? Hát a reform, az egészségügyi reform nem csak Kárpátaljára van hatással, hanem Ukrajna összegészségügyi rendszerét fogja megváltoztatni, és reméljük, hogy a jobb, jobb Irány felé fogunk haladni. Hát minden, minden intézményünk, ez 44 intézményről van szó, április 1-től a Nemzeti Egészségügyi Irodával kell, hogy aláírjon szerződést. Minden kórház azokra a szolgáltatásokra ír alá szerződést, vagyis köti meg a szerződést, amiben úgy lássa, hogy hely tud állni. Válogatni lehetett, lehet, 27 csomag van jelenleg. Ez a 27 csomag egy néhányat fel is sorolni. Az első csomag, amit gyakorlatilag minden minden intézmény használ és szerződést akar kötni erre. Ez a járóbetegellátás, azután következik a kórházi ellátás. A kórházi ellátás belül vannak különböző csomagok, itt van a sebészeti ellátás, a gyermekek, a felnőtt különböző szakellátás, a kardiológia, endokrinológia, bőrgyógyászat, stb. Azon kívül vannak ilyen olyan csomagok, mint a, a TBC-s betegeknek az ellátása, hiv fertőzött és AIDS-betegek ellátása, a szülészet, neonatológia, rehabilitációs néhány csomag van, itt külön van választva a fizikai rehabilitáció, a neurológiai rehabilitáció, úgy szintén a, a hospice ellátása is lehet kötni szerződést. Úgyhogy minden kórház megpróbálható hogy hát miben most ő tud megfelelni, mert az egy dolog, hogy a kórház szeretne szerződés kötni a finanszírozása, bizonyos szolgáltatása, de ennek a Szolgáltatásnak meg kell felelnie a követelményeket, amit a Nemzeti Egészségügyi Iroda, mint feltételt minden, minden kórháznak megszab. Vagyis itt vannak feltételek, mint humán erőforrásnak a jelenléte kell, hogy legyen minden csomaghoz, és plusz még az eszközök. Kapnak-e valamilyen segítséget ezek a kórházak, amelyekbe adták a, és a szerződést kötöttek bizonyos részlegekre, ugye? Kapnak-e valamilyen segítséget ezáltal, hogy felszerelésben, vagy akár továbbképzésekben az orvosokat és a nővéreket? Hát ez egy nagyon jó kérdés, amely mindenki gyakorlatilag nagyon-nagyon izgat, és nagyon érintett. Mikor a az egészségügyi reformak volt az első szakasza, tudjuk a családorvosok, akkor, akkor kezdték el a működést úgy, hogy hát ö, nem egy általános ö, ö, fizetést kaptak, és akkor egy általános ö, ellátást, hanem, hanem attól függően, hogy mennyi páciensük van, így finanszírozzák most már őket. A Családorvosokat előkészítették erre, egy picikét úgy, hogy, hogy anyagilag megtámogatták a rendszert. Vagyis új családorvosi rendelők épültek, még most is épülnek. A némely családorvosi rendelőt szépen megfelelő állapotba hozták, renoválták. Úgy szintén eszközökkel ellátták a családorvosi rendelőket. Na már most a második szakasza a reformnak, ezt egyáltalán nem készítette elő. Vagyis a kórházak úgy mennek bele a reformba, ahogy vannak. Vagyis amilyen uh, humán erőforrásuk volt, uh, amilyen eszközök uh, volt, viszont a követelmények uh, jóval magasabbak, mint az, ami most a kórházaknak megvan. Ugye nem, egy egyszerű, nem egy egyszerű dolog ez megfelelni uh, annak a szerződésnek, a, amit most ők kötni fognak a Nemzeti Egészségügyi irodával és még, még egy, egy picit megy ez a, ez a harc is a, a, az intézmények között, ugye ki kellett jelölni a súlyponti kórházakat, és e, még ez csak úgy volt, na hát most súlyponti kórház lesz valamelyik kórház, valamely meg nem lesz, ez, ez még, még úgy, úgy Csendbe ment az egész. De mikor az egész orvostársadalom megtudta azt, ad, hogy a súlyponti kórházakat mégiscsak egy picikét a kezdetén jobban fogják finanszírozni, vagyis egy eszköztárat fognak kapni, és egy sürgőségi osztálynak a kialakítására fognak kapni pénzt. Akkor itt elkezdődött azért az ilyen harc, ami egyáltalán nem szakmai, szakmai szinten folyt, hanem itt már belefolyt egy ilyen ilyen, ilyen politikai harc szintére ment ki ez a dolog. Néha az volt az érzésem, hogy némely megyei vagy járási képviselő, sőt még, még a, a, a parlamenti képviselők is az egész egészségügyi körzetet, mint egy választókörzetnek tekintették, és mindenki a saját körzetében, régiójába sűponti kórházt akart. Viszont ahhoz, hogy, hogy a kórházt kijelöljük, mint súlyponti, meg kell felelni egy, egy általános tervnek. Ez, ez nem egy egy külön működő valami, hanem a, az összkárpátaljai egészségügyi rendszernek tulajdonképpen egy kiegyensúlyozott rendszernek kell lenni, hogy a kárpátalja minden egyes falujából, vagy a, a, a beteg el tudja érni egy órán belül azt a súlyponti kórházt, és ott ö, ö, gyakorlatilag a, a, a szakosodott és a sürgősségi ellátást meg, meg tudja kapni.